Az év tavaszán találkoztam személyesen először Stillman Annával és anyukájával, Andival. Az Én Megcsinálom nevezetű ösztöndíjnak ő lett a nyertese. Én remélem, hogy sok néző látta ezt a beszélgetést, hiszen itt a Kölcsei Televízióban is beszélgettünk a fiatalokkal és Annával, aki aztán nagyon-nagyon örült, hiszen ennek az ösztöndíjnak kapcsán az ő felkészülése sokkal rugalmasabb, és nagyon sok mindent azt gondolom, hogy könnyebben megtehet, hiszen havonta ugye 100 000 forinttal járt ez az ösztöndíj. Nemrégiben azon gondolkodtam, hogy nagyon nagy a csend annak körül, biztos valamire készül, és aztán jött a hír, hogy június 23-án a 3. Kyokushin karate világbajnokságon Anna világbajnok lett, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban őt, anyukáját, és ezt az óriási nagy serleget is, hát szinte nagyobb, mint te, és a kezedben pedig ott az aranyérem, azt jelenti, hogy te bizony megcsináltad, világbajnok lettél, itt pedig ugye az ezt igazoló oklevél. Hát először, ne haragudj, de most anyát kérdezem, mert anya a jóvoltából hamarosan a nézők is látják majd ezeket a pillanatokat, ugye miközben ment a küzdelem, akkor te rögzítetted ezt a telefonodon. Igen. Hát egyrészt milyen érzés volt anyaként megélni azt, hogy végre világbajnok lett a lányod, másrészt azok a pillanatok, amiket itt hamarosan látni fogunk, azt milyen volt megélni? Hát milyen volt végignézni? Nagyon nehéz. Ez egy nagyon hosszadalmas felkészülési időszaknak a gyümölcse, hogyha ezt lehet mondani. Ugye Anna 9 éve karatézik, 5 évesen kijelentette, hogy egyszerű világbajnok lesz, illetve nem csak egyszer szeretne világbajnok lenni, de most ez sikerült. Hosszadalmas, nagyon sok hónapba telt még ezt, és évben is természetesen, hogy erre föl tudjon készülni. És itt meg is szeretném ragadni az alkalmat, hogy megköszönjük mindenkinek, aki támogatta, és fölkészítette Annát ebben a küzdelemben. Gyakoroltak, rengeteget gyakoroltak. Ugyanúgy benne volt a keze Tóth Tibornak, ugye az edzőjének, Juhász Attilának, és nagyon-nagyon sok embernek, aki Annust fölkészítettem, hogy milyen volt a mérkőzés, megélni magam, mint szülő, mint anyuka, mint édesanyja. Hát, mint szülői szemmel egy borzalmasan nehéz volt, mikor látod a saját gyermekedet, egy akit másik simogatnak. Ellen. Igen, akit nem simogatnak éppen, hanem volt, amikor a földre került, és a nulláról, a semmiről kellett fölállnia. Nehéz volt végigélni, magam, mint akkor szülő, nehezen éltem meg persze, de ilyenkor sajnos félre kell tennem ezeket a dolgokat, és teljesen úgy kell néznem, mint egy szurkoló, és őt buzdítani, és támogatnom kell minden percben, és minden pillanatban. Tehát kettős az érzés, és kettős a játszma. Vannak érdekességek ilyenkor, igen. Anna, 5 évesen ugye, amikor kijelentetted, hogy világbajnok leszel, fel tudod idézni azt a pillanatot? Nagyon rég volt már, ha most ugye, nyilván nem olyan rég, hiszen még nem vagy öreg, de hát azért mégsem ma volt. Az volt, hogy a példaképem, Szövetes Veronika, beszélgettünk, és így megkérdezte, hogy mi leszek, ha nagy leszek, és hát én azt mondtam erre neki, hogy én világbajnok leszek. És hát valahogy ez így zajlódott. Akkor gondolom eszedbe jutott ez a beszélgetés akkor, amikor most átvetted az aranyérmet. Persze. Hogy végre ugye megtörtént. Ez egy hát világbajnokság, nyilván a legjobbak vannak jelen. Tavasszal, amikor utoljára találkoztunk, akkor már az edződ elmondta, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztok, és gondolom, hogy ez a dolog csak fokozódott. Milyen volt itt a világbajnokság előtti felkészülés, ez a néhány hét? Igazából nagyon nehéz volt, mert azért nyár jött, és hát nehéz volt ráhangolódni erre az egészre, hogy meg tudjam ezt csinálni. Nagyon sok kétel volt bennem, hogy úristen, ez nem fog nekem sikerülni, úristen, mi lesz velem. Aztán amikor megnyertem az első küzdelmet, akkor úgy gondoltam, hogy jó, most már ezt meg kell csinálnom. És ugye ráadásul még előtte gondolom ott volt az évvége, mert hát közben azért te tanulsz is, iskolába jár, sokan azt gondolják, hogy aki ilyen eredményeket ér el, az csak így év elején találkozik egy magántanárral, meg évvégén, de ugye a te esetedben ez nem így van, te mindennapos iskolába járó vagy.
Tehát az első után akkor úgy gondoltad, hogy akkor most már közel van a vég, vagy az eredmény. Ki volt az ellenfeled? És mit tudtál róla előtte? Nem ismertem, csak annyit láttam, amikor felszólítottak minket a Pástra, hogy vele fogok küzdeni, és semmit nem tudtam róla. El lehet ezt mondani, hogy abban a pár percben kijátszódnak le benned, vagy mire gondolsz? Hát ilyenkor mindig arra koncentrálok, hogy lenyugodjak, és teljes mértékben a küzdelemre tudjak koncentrálni. Most ugye világbajnok lettél, nem tudom, másképp nézel-e saját magadra, vagy más lett-e az életed ettől a hatalmas nagy serlektől és magától az elismeréstől, és más lett-e a motivációd, ami tovább sarkal majd ezen az úton? Hát az életre nem nézek más szemmel attól, hogy egy ilyen kupa a kezemben van, de a motivációm így egyre nagyobb lett, hogy még többet és még jobbat akarok kihozni magamból. Igen, mert talán amikor ugye van egy ilyen nagy dolog, mint ez a világbajnokság, és sokáig ez elérhetetlennek tűnt, aztán amikor ott vagy, és ez valósággá válik, akkor hirtelen nem törpül el, gondolom, csak rájössz, hogy ezt meg lehet csinálni, és amit ugye mondott anya, hogy ha már egyszer megcsináltad, akkor miért ne csinálhatnád meg másodszor is, vagy akár harmadszor, vagy ettől nagyobb eredményeket is el lehet érni. Na hát gondolom volt egy nagyobb kupak tanácsa az edzőiddel, és kijelöltétek a jövő terveit. Mik lesznek ezek, és mit lehet megosztani ebből velünk? Hát most egyelőre az Európa-bajnokságra szeretnék felkészülni, és az előtte lévő versenyekre. De kimondottan az a cél, hogy eljussak az Európa-bajnokságra. Össze lehet hasonlítani ezt a két versenyt? Tehát itt a világbajnoki címet és az Európa-bajnokságot? Vagy... Mert hogy azt gondoljuk, hogy a világbajnokság ugye az sokkal nagyobb. Hát ebben az esetben igazából persze azért a világbajnokság, igen, ez a neve a versenynek, de szerintem az Európa-bajnokság azért ez mégis nagyobb cím. És aztán gondolom, hogy valahol még egy ilyen olimpiai küzdelem is ott van a te kis gondolataidban. Az mikorra tatálható? Hogy érzed? Ezen még nem gondolkoztam el. Ez akkor csak ott van, mint egy szép vágy. És hogy alakul a nyár? Mert azért most már szerintem megérdemelnél egy kis pihenést. Hát volt egy kicsi. Már volt egy kicsi? Már volt egy kicsi. Egy nyúlfarknyi? Hát tényleg egy nyúlfarknyi, egy másfél hetes körülbelül. Nem volt másfél hét, egy hét. Ugye vége volt a versenynek, ugye vasárnap hajnalban érkeztünk haza, és kedden már indultunk az edzőtáborba, tehát ott megint vasárnap értünk haza, úgyhogy utána volt egy hét szünet, egy kicsi pihenés, lazítás, úgyhogy most úgy ült elővel, ismételten már edzenek. Akkor már megy tovább. Igen. Hát akkor ugye ennek a, hogy is mondjam, Freddie Mercury-t idézném, a show must go on, a te esetedben ugye edzésről van szó. Szívből gratulálunk neked, Anna, további nagyon szép eredményeket kívánunk, és remélem még egy-két ilyen nyúlfarknyi pihenő belefér ebbe a nyárba számotokra, és talán a te eredményed azoknak, akik majd remélhetőleg ennek a pályázatnak lesz folytatása, és akik majd jövőre jelentkeznek, egy remek példa, hogy tényleg egy olyan ember nyerte, aki tudott ezzel a lehetőséggel élni, és újabb és újabb sikereket megszerezni. Hát köszönjük, hogy itt voltatok velünk!